A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, kedves nézők! Ez az idei utolsó kezdőkör 2022 végén, tehát mégsem mondhatjuk, hogy már mindenen túl vagyunk, hiszen vannak még előttünk az ünnepi időszakban is. Hagyományosan ebben az időszakban feltorlódó mérkőzések várnak ránk, izgalmak lesznek, olyan események, amelyeket évvégén nem is lehet kihagyni, majd ilyenekről is beszélgetünk az adásban, de hát alapvetően persze van egy összefoglaló jellege akkor, amikor az év utolsó adásában az év mögöttünk hagyott eseményeiről beszélgetünk, és hát persze kiemelten a labdarúgó világbajnokságról, hiszen egy héttel ezelőtt azt ígértem önöknek, hogy majd itt az utolsó adásban megvitatjuk, hogy ki és miért lett világbajnok. Hát elég érdekes kérdés, azt hiszem ez önmagában, de akkor nézzük, hogy kivel beszélgetünk ma itt a stúdióban, a Fehérvár Televízióban. Itt van velünk Farkas Szilárd kollégám, a Fehérvár Média Centrum szerkesztője, Juhász László önkormányzati képviselő, a Videóton Baráti Kör Egyesület vezetője, és itt van velünk most már nem először az adásban Mátai Balázs kollégánk, a Média 24 szerkesztője, munkatársa, korábbi televíziós, Fehérvár televíziós kollégánk. Miközben a stoppert letettem, hogy lássam pontosan az adásidőt. Bár nem tudom, mostanában lehet, hogy az adásidőt is úgy kellene kezelni, mint a foci VB-n a játékidőt, ahol 8-10, olykor ennél is több hosszabbítás történt, és hát ezek hoztak nem kis drámákat. De hát a vég kifejlett már ismert, a lehető leghosszabb idő alatt dőlt el, ugye, hogy Argentina nyerte a világbajnokságot, hiszen 11-esekkel verték Franciaországot, ami mondhatjuk, hogy tényleg gyakorlatilag az orosz rulett meg a szerencse kérdése. Az más kérdés, hogy ilyenkor a győztes mindig úgy éli meg, hogy hát amúgy is ő volt a jobb és megérdemli, a vesztes pedig emlegeti, hogy hát tényleg gyakorlatilag egy lövésen múlik. A történelemben nyilván az kerül be, hogy Argentina lett története során harmadszor világbajnok. Úgyhogy akkor kezdjük ezzel, de nem akarom az egész adást egyébként ennek a témának szentelni, hiszen tényleg azért van mire visszapillantani itt 2022 kapcsán. Hogy fogtok visszaemlékezni erre a VB-re majd évek múltán? Bevallom, bennem kettősség van. Én azt gondolom, hogy minden idők egyik legérdektelenebb és legrosszabb világbajnoksága, minden idők egyik legjobb és legemlékezetesebb döntőjével zárult, ami nyilván sok mindent megszépít, mert önmagában ezt a finálét nézve tényleg a futballszurkoló azért egyik ámulatból, meg izgalomból, örömből, bánatból esetett a másikba. De hogyha az egész képet nézzük, ezt a sokat kritizált téli, katari, kultúra nélküli közegben rendezett világbajnokságot, bennetek mik az erősebb érzések? Nem akarom én megadni a szót, nyugodtan ragadja magához jobbról, valaki. Jobbról, balról haladjunk. Köszi legyen, Pezsé. Hát, én megmondom őszintén, hogy én is egy kicsit szkeptikusan álltam hozzá, hogy hát nem ugyanaz a hangulat, hogy ezt sokszor beszéltük, nem ugyanaz a hangulat, nem ugyanúgy várjuk, nem ugyanúgy megyünk haza, hogy nyár van és VB, és a haverokkal majd összeülünk, nyilván a lakásban lehetett volna, de nem ugyanaz van, hogy kitelepülünk valahova, ahol direkt felépítettek szurkolói zónákat például, vagy a különböző vendéglátóipari egységek hívogatják az embereket, ugye kirakják a hatalmas nagy képernyős tévét, hogy ülj le oda, nézd meg az első meccset, második meccset, amire ráérsz. Nincsenek úgymond italakciók, nem erre építették ugye a vendéglátós dolgokat most az egységek sem, de azért mégiscsak egy világbajnokság volt, amit akkor is szerintem ugyanannyian néztek a televízió készülék előtt talán, mint hogyha nyáról lett volna. Hát Németországban nem speciál, most olvastam, hogy milliókkal kevesebben. Oroszországban sem nézték annyian, igen. De nem kaptak. Bár Magyarországon meg sokan nézték, pedig hát mi most már lassan emberemlékezet óta közel se járunk hozzá. Magyarországon is biztosan sokan nézték. Érdekesen indult, ugye a nagyok közül többen is elhasaltak az első meccsen, sőt a csoportból sem jutottak tovább, hogy aztán ugye kicsit előre szaladva, de ugye utolsókból lesznek az elsők, hogy Argentina is kikapott az első mérkőzésen, és aztán végül ők nyerték meg a világbajnokságot. Én azt hiszem, hogy az eleje izgalmas volt, a közepe egy kicsit olyan, hogy leült, és akkor megint fölfelé mutatott az a bizonyos görbe, és a végére
tehát tényleg a kieséses szakaszra 8 között, 4 között azért már odafigyel az ember arra, hogy milyen mérkőzések lesznek. Az én nagy bánatomra ugye nem jött össze a Messi-Ronaldo döntő, a generációváltás azonban megtörtént, Messi Mbappé ellen játszhatott, ugye, és emlékezetes döntőt hozott. Én azt hiszem, hogy ez a 3-3 azt mutatja, hogy lehetett volna fordítva is akár, ugye, ahogy a mondást tartja, de tényleg izgalmas volt az utolsó mérkőzés. Hát igen, nagyon-nagyon olcsó szó viccel érve, ugye Messi ott volt a döntőben, Ronaldo meg Messi volt, mármint a döntőtől, de ettől függetlenül nyilván az, amit mondasz, hogy a hangulata a közönség szempontjából, akár a több ezer kilométeres szurkolók szempontjából itt a téli időszakban nem volt ugyanaz, az egy dolog. Én egy kicsit azért az igazán nagy meccseket is hiányoltam. Mondom, ez a döntő, ez nagyon sok mindent megszépít, és emlékezetessé teszi az egész végjátékot. A nagyon nagy drámák, a nagyon emlékezetes egyéni tragédiák, vagy csapattragédiák, azok nekem nem igazán voltak ezen a VB-n, amire fel se készülhettek rendesen a csapatok, hiszen pár nappal korábban még bajnoki mérkőzéseket játszottak a játékosok. Szurkolói hangulat egy-két csapatot leszámítva gyakorlatilag nem volt. Nyilván egy-egy olyan tündérmese, amilyen most Marokkóé volt, az mindig jó, ha van. Vagy ha tényleg egyéni drámát gondolok, akkor Harry Kane, aki pedig hát akár az egész VB menetrendjét megváltoztathatta volna, de egy egyéni drámát ért meg ugye azzal az elrontott 11-essel. Szóval egy-egy ilyen mini történet, ami igazából emlékezetes. Hát kezdjük az elején. Hát, maga az időpont, a helyszín, a stb. Ugye az elmúlt években is sok vitát kiváltott, nem csak idén. Már az előzmények, maga az építkezés, tehát nagyon sok-sok kérdője volt benne. Vegyük azt a történelmi múltát, nekem is persze nem a legszimpatikusabb, egyetértek Szilárd, de sokkal mi magyarok, vagy mi itt Európában megszoktuk főleg azt, hogy nyár van tényleg, iszogatás, idogálás, barátokkal, kint az friss levegőn. Ennyibe is tényleg furcsa volt mindenképp a történet, de maga a VB tekintetében abszolút pozitívnak ítélem az egészet, már maga a mérkőzéseket tekintve. Sőt, mondhatnám azt, a FIFA elnökkel értek egyet, már amennyire én visszatok emlékezni az elmúlt 4-5-6 VB-re, amit láttam belőle, mindig a friss élmény ugye az erősebb, de én merem azt mondani, hogy minden idők egyik legjobb VB-je volt, én abszolút ezt merem mondani, és pont picit ellenkezőleg látva, hogy rengeteg nagy mérkőzés volt, csak ugye az emberek köztudatában ott van a nagy meccs, hogy hú, német, olasz, argentin, brazil, meg sorolhatnám még, vagy bármi, amik így standard nevek. De maga a mérkőzések minőségét, vagy a hajtását tekintve, hát előbb említetted ugye Marokkot, de ide sorolhatnám rögtön egy Japánt is, mint Fekete Lószent, a szenzációs módon álltak helyt, és több kisebb, úgymond kisebb válogatott, egyre kisebb a különbség a világ elitbe. Tehát szerintem rendkívül fordulatosak voltak a mérkőzések, és rendkívül sok fordulatos mérkőzés volt, az már csak külön plusz bónusz, megint mindegy, hogy most egyetértünk-e, vagy nem értünk egyet ezzel az új bíró irányelve, hogy mit, mennyi percet teszünk rá, de hát az is egy félelmetes volt, hogy hát mennyi mérkőzés dőlt el, vagy változott többször is az állás a 90. perc után. Tehát szerintem ennyi fordulat, ennyi forgás egyetlen egy világbajnokságon összességében nem volt. Ha valaki szépen elemzés elkezdi összeadni a fordulatokat, én tira biztos vagyok benne, hogy ez nyert. És alapvetőleg a nagy sors, tragédiák, egyéni drámák, hát azért volt itt egy pár, de a legemlékezetesebb, igen, ez a Messi-Ronaldo, azért mindenki ugye azt várta, hogy az utolsó VB-jük, amit én már zárójelbe is teszek, én nem hiszek benne, én el tudom képzelni, hogy akár mindegyik egy pici erejéig is, vagy valahogy végig visszatérnek öregkorukba, 4 év múlva, tehát, vagy 3,5 év múlva, tehát én nem vagyok benne biztos, hogy utoljára láttuk őket VB-n is, de azért Messi esetében meg egyértem a játékban mutatott tudás alapján. Ronaldo ugye egy más kérdés, hiszen ő nem tudta csúcsra járatni magát, nem tudta Portugáliát csúcsra juttatni, tehát ilyen értelemben sors drámaként ez is fölfogható, vagy ha generációváltásról beszélünk, hát ennél gyönyörűen nem kell a döntőbe, tehát egy Mbappés, mondhatjuk az, hogy 4 gólt rúgott. Tehát egy világbajnoki döntőben a 11-es, minden 11-est összeadva, na azért ne felejtsük azt a lélektelen hatást, hogy rúgta egyet, oké, bemegy, rúgta kettő, bemegy, rúgta harmadikat, és nem az első számú kijelölt 11-es rúgó ugye náluk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt óriási nagy egyéni kontrasztok is voltak ebbe a VB, tehát a döntőt meg nem ismétlem, azt mindenki tudja, szenzációs volt. Tehát én összességében egy abszolút pozitívnak értékelem a VB-t, a mutatott játékok, az új válogatottaknak a mentalitása és a hozzáállás alapján, én abszolút pozitívnak látom.
Én pedig azt gondolom hozzátéve a történethez a magamét, bár majdnem mindent elmondhatok, amit én is mondtam volna, ha én szólalok meg először. Hát te mondtad, hogy kezdjük. Lovagias voltam, és mondtam, hogy menjünk jobbról balra. Valóban voltak drámák, Cristiano Ronaldo drámája egyértelműen az első helyre kívánkozik, ki hogy értékelni, valaki tapsolt neki, hogy jaj, végre ez a bájgónár, és a többi szóval lehet sorolni a kevésbé pozitívabb oldalát azoknak, akik persze őt nem bálványozzák és imádják. Újságíró maradjon semleges, én ezzel Ronaldo kérdéssel is így vagyok, meg Messivel, meg mindenki mással. Mindazonáltal azt a drámát, ami egyébként ezt a VB-t jellemezte Cristiano Ronaldón átmenve Messi mennybe meneteléig és az argentinok győzelméig, én azt gondolom, hogy ez valóban egy érdekes világbajnokság volt, mert VB nyáron van, nekem továbbra is nyáron van világbajnokság, amikor lehet egy kicsit készülni, amikor lehet egy kicsit hangolni a szurkolónak is, nem csak a csapatoknak, a játékosoknak a világbajnokságra, így az, hogy volt egy Premier League meccs egyik héten, másfél héttel később pedig már Katarban játszottak a játékosok jó részt. Összességében véve, mondom még egyszer, szerintem is pozitív volt ez a világbajnokság. Nem ördögtől való, most már én is azt mondom, télen rendezni adott esetben VB-t, de azért maradjunk a nyárnál, ha lehet. Jól felépített dráma, Argentinán menjünk végig, ugye Szaúd-Arábiától mindjárt rögtön egy pofon, és szerintem a lehető legjobbkor kapták ezt a pofont, mert volt idejük felébredni, volt idejük megtalálni az ideális csapatot menet közben, és tényleg meccsről meccsre játszottak jobban, főleg már a kieséses szakaszban, mert azért Hollandia ellen volt egy nagyon jó 60-70 percig, utána belealudtak egy kicsit, jött is a büntetés, szenzációs szabadrugás variáció és a többi, hadd ne fokozzuk. A horvátok ellen egészen kiválóan játszottak, és a 3-0-ás végeredmény is azt gondolom, hogy nem volt túlzó azok alapján, amiket láttunk, és ugye a fináléban is gyakorlatilag, hát nem is 80 percig, mert ez a 70. perc után már azért lehetett az ébredés jeleit Franciaországnál, de jött az a 11-es, ami aztán mindent megváltoztatott. Bappé is megmutatta a klasszisát, de mégis, akinek idézőben nyerni kellett, a nagy öreg Messi sikerre tudta vezetni Argentinát, és az a csapat, ez a koncepció tudott nyerni, és az én hősöm egyébként az argentinok kapusa Emiliano Martinez, aki egy nagyon szegény sorból származó családi körülmények között felnövő játékos, ugye 4 évvel ezelőtt még ő maga posztolt róla a képeket, a lelátóról nézte a többieket, sőt még igazából abba sem volt biztos, hogy fog-e még védeni, vagy magas szinten fog-e tudni védeni, és 4 évvel később pedig ott volt a VB legjobb kapusának járó aranykesztyű, valamit érdekes módon mutatott aztán fel a közönségnek, bizonyos hangok okán, aztán Messi és az egész csapat a trófeával. Nekem ez így kompakt volt, rendben volt, Messi oda került, ahova kellett kerülnie, mert ugye azt mondták, hogy hát nem Maradona szint, mert neki még nincs VB trófeája. Én erre szoktam mondani, hogy de Maradonának még nincs 7 aranylabdája, igaz, nem is lehetett abban az időszakban, de még csak nincs BL győzelme sem. Szóval nem érdemes ezen a témán így rugózni, de egy biztos, hogy szerintem a helyére került minden. Ronaldot nagyon sajnálom, szerettem volna mondjuk egy éremcsatában ott látni még ott ezen a világbajnokságon. Hát ebben a műsorban Ronaldóról rengeteget beszéltünk, hogyha valamire meg letettem volna a nagy esküt a VB előtt, többek között az ő szezonjából is előző hetekben nyújtott vagy mutatott álmokfutásából kifolyólag az lett volna, hogy ez nem az ő VB-je lesz. A portugál válogatottról egyébként ezzel ellentétben pont az volt a véleményem, hogy akár a legvégére is odaérhet, és voltak nekik egészen szenzációs a hihetetlen tehetségeiket megmutató meccseik. Már régen több ez a portugál válogatott annál, hogy Ronaldóval azonosítsuk, vagy belőle vezessük le. Egy érdekes narratíva, nem tudom, hogy ez akartam még valamit mondani, Szilárd, mert jelezted, kicsit másfelé terelném aztán a szót. Akkor még egy picit erre rátérnék, hogy elmentettem egy fotót a telefonom, hogy megmutassam, hogy nézett ki, ha már a Ronaldót említetted a dráma, ami dráma is, meg nem is valamilyen szinten, hogyha ráközelítünk, és azt voltok, hogy látható a fotó, akkor mindjárt mondok róla néhány szót. Tehát, hogy is mutassam, így talán. Tehát az látszik a fotón, hogy Ronaldo vonul be, ugye vonul le a pályáról az alagútba, és lehajtott fejjel, szomorúan nyilván, mert ez nem az ő VB-je volt. Mellette pedig szuperhősök állnak sorfalat, és meghajolva tisztelegnek előtte, tehát Superman, Batman, stb. És tényleg csak így lehet szerintem kifejezni azt, hogy Ronaldo gyakorlatilag egy szuperhős, egy legenda azzal is, hogy tehát az elmúlt
most már mondhatjuk talán, hogy az elmúlt pályafutásával, vagy inkább mondjuk úgy, hogy amit eddig letett az asztal a pályafutása során. Ezt a fotót egyébként Messivel is ugyanígy el tudnám képzelni, hogy állnak a szuperhősök két sorba, csak akkor tapsolnak Messivel, aki ugye viszi a kezébe a világbajnoki trófeát, és esetleg Ronaldo az, aki először üdvözli, és lovagiasságból kezet nyújt neki. Ez az egyik dolog, de kérlek reagálj, és akkor van még egy. Hát nekem az a bajom ezzel az egésszel, hogy narratívákat gyártunk, és a mai futball erről szól. Most már 15 éve éljük azt a korszakot, amit valaki egy marketing asztalnál, vagy zseniálisan megtervezett, hogy a futball, a csapatok és a foci helyett Ronaldról és Messiről beszélünk, és arról beszélünk, hogy melyik nyert több aranylabdát, melyik minden idők legnagyobb játékosa, ki lőtt több gólt, de ki adott több gólt, azt is valahogy egy ilyen egyéni futballra, egyéni játékra egyszerűsítjük ezáltal a dolgot. Ezzel egy nyilván könnyebben eladni annak a közönségnek, amely esetleg a futball finomságaira nem olyan vevő, vagy nem ismeri annyira a labdarúgást. És egy kicsit ez a VB is erről szólt, betetőzve persze egy mesét, hiszen valóban Messi megnyerte, és ez így egy tökéletes narratíva, hogyha csak arról beszélünk, hogy Messi mit ért el ezzel az argentin válogatottal. De nyilván nagyon sok mindenről kellene és lehetne még, és én most már egy kicsit örülök, hogy ennek vége lesz. Mindegy, hogy Mbappé személyében van egy másik szuperklasszis, meg ott van Haaland, majd lehet, hogy most őrájuk fogják kihegyezni, más egyéniségek, más habitusok. Talán nem lesz még egy ilyen, mert szerintem ez nem tett jót egyébként alapvetően a futballnak, hogy mindent leredukáltunk Ronaldóra és Messire. Annyi még most már két dolog. Annyi még, hogy Ronaldóval kapcsolatban csak annyi, hogy ugye neki úgy láttuk, és gyakorlatban láttuk azt, hogy nem nagyon adta meg a bizalmat a szövetségi kapitánya végén, tehát ő nem játszott végig. Ronaldóra azt mondjuk, hogy öreg és nincs formában, nyilván ez a klub szezon most nem annyira jól sikerült neki, sőt, viszont Lewandowskira nem mondtuk, hogy öreg végig ott volt a pályán, Messire nem mondtuk, hogy öreg végig ott volt a pályán, ott volt a pályán végig Giroud, akire nem mondtuk, hogy öreg, mégis rekorder lett a francia válogatottba. Ez az egy dolog, a másik, ami eszembe jutott pedig az, hogy vajon melyik klubcsapat, és ez csak költői kérdés, vajon melyik klubcsapat profitálta a legtöbbet ebből a világbajnokságból, nyilván a Paris Saint-Germain. Nem, mint hogyha nagyon szükségük lenne a további profitra, de nyilván az, hogy az ő két szuperklasszisuk találkozott a döntőben, és váltott gólpárbajt, ez nyilván a számukra is egy rendkívül pozitív üzenet. Balázs mondta, hogy az argentinok kapusa ugye nagyon szegény sorból indulva lett most immár világbajnok, és erről nekem az jutott eszembe, hogy ez is egy olyan dolog, amit hogyha valaki erre akarja felfűzni feltétlenül azt, hogy miért kell nekünk örülni, vagy miért jó, hogy Argentina nyert, ez egy érthető dolog. Én szerintem a francia kezdő 11-ben minimum 8 olyan játékos volt, aki hasonlóan szegény sorból indulva, vagy ő, vagy a családja. Ez mégis egy olyan körülményként jelent meg aztán a mérkőzés utáni, hát hogy is mondjam, olykor egészen alpári bejegyzésekben, minthogyha ez valamiféle negatívum lenne. Tehát ami az egyik oldalon az Afrikából származó szegény sorsú játékos kárára való örömködés, az a másik oldalon emeljük fel a szegény sorsú argentinokat, mert ők szegény sorsból megnyerték a világbajnokságot. Szerintem ez olyan narratíva, amit mindenki, nem tudom, egyéni ízlése, filozófiája, pártállása, bármi mentén kommentál, és hát őszintén szóval nem tudunk nem beszélni erről a jelenségről, és mondtam is nektek, hogy szó lesz róla, ami aztán elharapózott itt Magyarországon is. Tök jó, hogy a futball, mindannyian tudjuk, ahogy annak idején ugye megmondta Bill Shankly, hogy sokkal több élet-halál kérdésénél, és hogy elemeljük mindazt, ami történik a futballpályán egyfajta közegbe, de őszintén szóval nekem egészen visszataszító, ahogy itt kultúrákat emelünk egyiket a másik fölé, emberi méltóságokba taposunk bele azért, mert az egyik győzött, és akkor én ünneplem, és ezzel a másikat elkezdem minősítgetni. És hát olyan narratívákat hozunk be, amiknek viszont az égvilágon semmi köze a futballhoz. Hogyha a francia válogatott a hosszabbítás utolsó percében kihasználja az ittszerét, akkor az európai keresztény kultúra vereséget szenved? Akkor az európai keresztény kultúra kevesebb lett? Akkor ez lenne a narráció? Ne hallgassuk el, mert tényleg Fehérváron is téma lett, hogy egészen alpári és tényleg méltatlan rasszista bejegyzések születtek. Képviselőtől is, ami aztán végképp méltatlan. De országosan is. Tehát ez ugye Németh Szilárd kezdte, voltak, akik átvették, Fehérváron abból lett balé, hogy Fazakas Attila egyébként tényleg szerintem is mélységesen elítéledő posztja megszületett.
de hát nem ő volt az egyetlen. Tehát valahogy a közhangulat, mintha a franciák veressége vagy az argentinek győzelme fölötti örömben olyan gellert kapott volna, ami már szerintem teljesen méltatlan a világbajnoksághoz. Most kezdhetjük középről, kedvenc szémem nekem is, ez nagyon jó, szeretem. Hát gondoltam, mert te is posztoltál szeretem, ilyen értelemben. Tehát először is ugye rögtön arra reagálok, hogy most a szurkoló vitte be a narratívát, aki, hát bocsánat, angol meg a francia válogatott, hát folyamatosan, évek óta. Hát minek térdelgetne? Mit keres az a focipálya? Szerintem egyet lejszer nem térdeltek hozzá? Le a franciák most a mérkőzésen. Most az elmúlt éveket egyben nézett. De Laci, bocsánat, amikor afrikázom, az nem a térdelésről szól. Te posztoltál valóban, hogy a németek ugye arc, vagy szájjeltakarós, tehát kvázi politikai állásfoglalást tettek. Ezzel lehet vitatkozni, hogy ennek helye van egy labdarúgó eseményen, vagy nem. Az összes többi szerintem nem. Most a térdelésen, vagy a szájjátokat, de az afrikázás nem erről szól, az afrikázás származásról mondom, szól, tovább. Kultúráról szól. A származás esetében is hát nem tisztem megvédeni, mert gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az ő politikai múltját tekintve, aztán meg a csavarjait tekintve, Fazekas Attilával túl sok közös vonásunk nincsen szerintem. Én legalábbis a bölcsőbe kezdtem, és ott vagyok a bölcső. Hogy így fogalmazok, ő meg ilyen éveket járve, de ebbe a posztba én nem látok akkora dolgot bele, mint ami pont ezek miatt a narratívák miatt, hogy az emberek belátnak és belesikítnak, süvöltenek. Bocsánat, azt írta afrikai. Hát nem afrikai? Hát afrikai származású. Én európai származású vagyok. Ebbe a műsorban megyünk bele. Afrikai származású, kettő darab olyan francia játékos volt a kezdő csapatban, aki egyébként Afrikában született. Az összes többi sokadik generációs franciaországi egykori bevándorlók harmadik, negyedik generációs leszármazottja. Tehát bocsánatot kérek, aki ma bekerül a magyar válogatottba, és mondjuk a dédapja még nem tudom hol élt máshol a világon, azt magyarnak tekintjük. Aki francia országban játszik most úgy, és a nagyapja még Afrikában játszott, az szerintem francia játékos, de nem is erről van szó, mert aki ezt elírja, az pontosan tisztában van ezzel, mégis valamiért hajlandó ezzel hangulatot kelteni, és engem azért is bánt, mert én egyébként nem az argentinoknak szurkoltam, és nem látom az európai civilizáció meg kultúra jeleit az argentin válogatott viselkedésében, akár abban a kapuséban, akit te is említettél, akár az olykor alpári ünneplésükben, de azonosulni tudok a nép boldogságával, az argentin társadalom örömével, Messi csodálatos karrierjének betetőzésével, és eszembe nem jut ezt azzal elrontani, hogy azt mondom, hogy marhapásztorok leszármazottjai agyon tetovált hülye gyerekek. Mert biztos van, aki meg egyébként ezt mondaná az argentinokra, és ez ugyanolyan méltatlan és jogtalan lenne, mint az, hogy a franciákat afrikázzuk. Én ezt gondolom, hogy a VB-től ezt el kell vonatkoztatni részben. Hát az elmúlt egy-két évtized ez a liberális világ felfogása, ami elindult, sok embernek ez üti a csőrét, vagy ez cseszik. Tehát én soha életemben mondanám azt magam, hogy rasszista vagyok. De simán mondom, hogy néger, vagy fekete vagy. Nekem meg mondják azt, hogy fehér vagyok, meg európai vagyok. Hát az életben nem sértődök meg ezen, meg iszok vele. Vannak föl, csak úgy szólok, ugye a Facebookon van rengeteg ilyen fotóm, amikor színes bőrökkel együtt vagyok egy fotón, és ölelkezünk, tehát mielőtt bárki is félreérteni. Pont ez a narratíva, ami az elmúlt években a világba zajlott, az kihat, és az, amit az elmúlt években is, ahogy ez a felfokozott hangulat, amit tényleg főként az angolok, akár a franciák, és a németek hoztak be a stadionokba gyakorlatilag, hogy nincs semmi keresnivaló, és az embereknek, akár Attilának szerintem, vagy akár nekem, vagy akár nagyon sokakkal, akik ezt a narratívát is el tudjuk fogadni, az a baj, hogy túl dimenzióják ezek a dolgokat, de mondtad, hogy első, másik, harmadik, negyedik felmenős, persze, teljes mértékben, de attól még igaz az a felmenő ág, tehát nincs benne hazugság, és én nem gondolnám, hogy pejoratíve, maga folyamatok, mondta az Attila, azt úgy fogalmazta, hogy úgy utána leírta, hogy a folyamatok nem tetszenek neki, de megint visszacsatolok, akár Amerika Egyesült Államok USA. Hát mindannyian emlékszünk rá, most nem tudom fejből megmondani, hogy amikor és milyenek törvények a 60-as vagy a 70-es, vagy melyik évek voltak, amikor kvóták alapján azt mondták, hogy színes bőrűeknek kell betölteni bizonyos tisztségeket, foglalkozásokat, akármit százalékos arányba. Na most az teljesen rendben van? Akkor most fordítva nem várhatjuk el egy francia országban? Hát, tehát, hogy ez nagyon mélyre viszi, és azt hiszem sokkal az több, mint a mai adásidő. Az amerikai történelemből ne induljunk ki, mert ott a rabszolgaság lenne az első, amiről beszélni kellene. Hát a francia is majdnem ugyanazt csináltak, mint kompenzálni ezekkel a törvényekkel, és nyilván ez sem helyes, meg az sem nagyon sok szempontban valóban jön, ami most ilyen túl kompenzálás zajlik. De nem erről van itt szó, arról van szó, hogy szerintem a francia válogatott játékosainak a méltóságát sérti, és egyébként meg mélyen rasszista, hogyha valaki afrikázik fekete játékosok láttán. Én ebben nem tudok vitatkozni szerintem.
közéleti személyiséghez pedig kifejezetten méltatlan. Ő örülhet neki, ahogy te is örülhetsz, amiatt, hogy nem szereted a franciákat, nyertek az argentinok, lehet, hogy ha Hottentottákkal játszottak volna a franciák, akkor is az ellenfélnek szurkolsz, mert a franciáknak nem tudsz, de ettől még nem minősítsünk embereket származásunk meg bőrszínük alapján. Én ezt mondom, akkor is, ha az ember pontosan tisztában van vele, hogy a stadion lelátója, a közönség, az sosem a bölcsészszalonok kifinomultságával, meg intelligenciájával vitat meg dolgokat, felindulásban, örömben, sok mindent lehet, sok mindent lehet mondani, de ne fehérezzünk, ne feketézzünk, mert egyébként nyilván, hogyha most származásra megyünk rá, akkor az argentin válogatottat, mondom még egyszer, ugyanúgy meg lehet találni bizonyos játékosokat, meg a kulturált viselkedés, meg a sok minden tekintetében. Nem tudom, szeretnétek ezt még hozzáfűzni, nem akarom, hogy ez az adás ebben esetleg azért tényleg, hogy tegyük hozzá, hogy a magyar válogatottban akár korábban a Tovász Szomjú, akár a Négó és Fehérvárra vonatkoztatva, hogy a Négó volt, akkor ennél jobb példa nincsen. Hát tapsolunk neki, örüljön neki, tényleg nincs vele, semmi probléma. De akkor mi a baj a franciák, hát afrikai probléma. Származású játékosaival? Ezért mondtam, hogy ez egy nagyon mélyre visz, és az elmúlt 10 évre visz vissza. Tehát, hogy mert ott a dominanciába a keretnek a 80%-át mondhattuk, ugye színes bőrűnek, és az a dominancia, ez nem tetszik sokaknak, ami van egy... Ez nem azért van, mert Franciaországban bárki kvótát állít fel, hanem mert ők a legjobb labdarúgók. Hát a Deschamps, aki egy fehér ember, a mintapéldája egyébként a polgári fehér kultúrának, hát nyilván nem tenne bele 11 sötétbőrű játékost, hogyha nem gondolná, hogy ők tudják megfordítani a VB döntőt, mint ahogy majdnem meg is fordították. Tehát tényleg nem mondhatni centiken volt ez a dolog, úgyhogy ennek semmi köze kvótákhoz. Még egyszer, én azt ítélem el nagyon, hogy ennek kapcsán, és nagyon, nagyon komoly politikai szinten mindkét oldalon ment ilyenfajta egészen alpári és méltatlan megnyilvánulás. Túl lett egy kicsit ez a dolog hype-olva szerintem. Franciáknál mindig rengeteg benszülött volt idézőjelbe téve, ha nevezzük őket, akár hogy színes bőrűek. Hát innen, nevezzük onnan, azért benszülöttek, ha nem muszáj. Innen, onnan, minden az se jobb, így azt mondom, hogy az se, akkor ha idézik, de az se jobb. Van, aki megsértődik arra, ha azt mondják, hogy fekete, van, aki megsértődik. Tehát én azt gondolom, hogy ezek túl érzékenyített témák. Tényleg én is a kapcsolataimban az embert nézem, azt, nem azt, hogy most milyen színű a bőre, vagy milyen az identitása, és a többi. Én azt gondolom még ezen túlmenően, hogy a foci VB egy nagyon jó kitűnési felület, reklám felület sokaknak, a médiában is, meg úgy egyáltalán, és valamiféle szereplési vágytól hajtva sokan úgy gondolják, hogy most a Facebookra írok valami nagyot, vagy éppen ha televízióban szerepelhetek, és ott mondok valami nagyot, amire mindenki felkapja a fejét, még akkor sem, ha feltétlenül pozitív az a dolog, az nekem hozhat hírnevet, vagy bármi egyéb mást, mert hát tényleg mindig jelen voltak ezek a dolgok, de korábban sose volt ez hangsúlyozva, most meg hát mindenki lehet nagyon okos, meg nagyon nagy megmondó ember Facebookon, televízióban, itt-ott-amott, és a foci VBR egy jó felület, ugye először akartak ilyen színes karszalagot, amire FIFA azt mondta a csapatkapján, hogy ne. Én azt gondolom, hogy igaza van a FIFA-nak, nem kell ezt beengedni mindent a focipályára. Ugyanúgy, amikor az ukrán elnök azt mondta, hogy adjatok be 10 percre a VB döntő előtt, és akkor én beszélni akarok az emberekhez. Máshol van ezeknek a helyük. Én azon csinálok, hogy a focipálya érte a VB-t a sajtóban. Igen, tehát focipályán maradjon a foci, Mbappé és a többi kiváló labdarúgók, Istenem, Franciaországban születtek, francia állampolgárok, kiváló labdarúgók, tapsoljunk nekik, amikor valami szépet csinálnak, ne azzal foglalkozunk, hogy most honnan jött, honnan nem jött. Egyébként meg szegény a világ labdarúgásának fele, a legalábbis a nagy sztárok, ha visszagondolunk, Maradona is rendkívül szegény környezetben nőtt fel, Pelé is utcagyerek volt, ha csak a legnagyobbakat említjük. Igen, tehát lehet ezt folytatni. Nyilván ennek a globalizált világnak az egyik előnye, hogy valóban sokaknak olyan lehetőségek, kiugrási lehetőségek megadatnak a sport által, amik régen nem. Tehát régen nem azért volt kevesebb afrikai származású játékos a francia válogatottban, mert nem tudom én, Afrikában akkor kevesebb ügyes gyerek volt, hanem nyilván nem volt megadva a lehetőség, hogy eljussanak francia akadémiákra, hogy eltanulják a jóléti társadalom adta lehetőségeken belül ezt a futballszakmát. Ennek nyilván van komoly társadalmi vetülete, és mondom még egyszer, én azt tisztelem, hogy valakinek a politikai álláspontja olyan, mint Lacié is, aki nagyon szereti a magyar nemzetnek a történelmi sérelmeiből fakadó fájdalmait időnként felidézni, Magyarországot a határon túliakkal egynek látni, és ezt megjeleníteni a posztjaiba. Ez egy tiszteletreméltó dolog. Ebből kifolyólag politikai, másfajta politikai állásfoglalást nem tisztelni, vagy nem elfogadni, még azt is lehet meg vitatkozni, de itt nem erről volt szó. A németek
szájbefogása, vagy az angolok letérdelése kapcsán igen, van-e helye a politikának, de a francia játékosok afrikázása az vegytiszta rasszizmus, és én erről beszéltem, nem arról, hogy most vitatkozunk, hogy a politika mennyire folyt bele a futballba. Aki hogy fogja föl, tehát én ezt nem gondolom, hogy ez rasszizmus hozta ezeket a nem egy, nem kettő, nem három hasonló jellegű posztot, hanem tényleg több helyről és több formában láttam én is, és több minőségében mondatokat alkotva. Tudom, szerint, hogy van önöknél rasszizmus, nincs, de igény az lenne rá. Hát azt azért tudjuk, hogy Magyarországon mindig volt igény rá, úgyhogy nem csodálkozom azért. Tehát én azt gondolom, hogy azért ezt nem így mondanak, hanem egészen az a világ, meg csak ezt tudom mondani, ez az, ami Európában az elmúlt 10 évben mi tendencia ment, ezzel nem szimpatizál nagyon sok ember, ez a tendenciával. Aztán ez a franciák szívügye, hogy ki hogyan játszik, hát mit bánom én, hát az az ő dolguk, döntsék el. Csak mi meg elmondjuk, vagy akik elmondták ki különböző mértékben, hogy kinek valaki durvábban, valaki finomabban, hogy mi a véleménye erről. Tehát ugyanúgy akkor a Franciaországból jövünk, libertá, véleményszabadság, csókolom, akkor itt nem lehet véleményszabadság, egy ellentétes vélemény. A véleményszabadság, igen, nem, az egy nem gondolom, hogy rasszista töltete lenne ennek, még egyszer hangsúlyozom. Hát ezek az emberek, akiket láttam Magyarországon például posztba, ezekről nagyon nagy részéről tudom, 90%-ról, hogy a magyar válogatott meccsén tapsolnak. Tehát az európai kultúrfölényt, meg a keresztény kultúra diadalát látni pedig Argentina győzelmében önmagában szerintem egy anakronizmus. Egyébként Európa legjobb csapata az olasz válogatott, ki sem jutott a világbajnokságra, tehát hogyha mondjuk az európai futballkultúra fölényét akarjuk hirdetni, rögtön hasra is eshetünk ebben a kis logikai bukfencben. Még egy gondolat, és akkor ezt a VB témát, meg ezt a kényes témát, remélem mindenki elmondhatta a magáét, lezárom. Messivel kapcsolatban, és ez viszont már tényleg lehet, hogy egy generációs vélemény a részemről, bár Balázsral egy évfolyam vagyunk gyakorlatilag, és lehet, hogy nem értünk ebben egyet. Én nem tudom azért Messit Maradona fölé helyezni jelen pillanatban sem, de ez a vita, ez örökre eldönthetetlen marad. A mai adatalapú futballban tényleg mindenkiről tudjuk, hogy milyen megoldásai voltak, hogy milyen százalékban, hogy hány gólpassz, hogy hány labda érintés, hogy milyen területeket nyitott meg, tehát minden. Maradona idején ez még nem volt, ő egy legenda, aki a nagy meccseivel él az emlékeinkben. Egyébként az, hogy ő például az argentin válogatottat miután gyakorlatilag egy személyben tényleg világbajnoki címre vitte, elment Nápolyba, a legszegényebb olasz nagyváros csapatába, ami semmit nem nyert előtte, és őket felvitte az olasz bajnoki címig, meg az európai kupa győzelemig, mert azért nyert európai kupát. Ez például az én szememben semmivel nem kisebb érdem, mint az, hogy Messi, akit gyerekkorában a világ egyik leggazdagabb és legnagyobb klubja elvitt Barcelonába hormonokkal felnövelt, hogy egyáltalán megerősödjön és alkalmas legyen az élsportra, és világ életében tényleg tejben, vajban fürdetve a talentumához méltó képzést megkapta. Nem látom be, hogy Maradona mitől lenne kisebb, azért, mert ő nem játszott ilyen szinten, bár a Barcelonában speciál ő is játszott. De hát mondom, ez szubjektív, tehát én ettől függetlenül az, hogy Messi most világbajnok lett, ez elismerem, hogy egy csodálatos karrier méltó megkoronázása. Nem is szabad őket. Nem is szabad különböző korok klasszisait együtt összemérni, mert teljesen nehéz, más körülmények között kellett futballozniuk, Maradonának is, Messinek is, és számomra például Pelé a legnagyobb, pedig hát élőben nem láttam játszani, csak utólag felvételekről és a többi, meg a statisztikáit. Mondjuk én örök brazil drukker vagyok, ennyit elárulhatok, ha világbajnokságokról van szó. És várom, hogy villancsanak valamit, most is hú, gyönyörű gólokat rúgtak Korea ellen. Nem gondoltam volna, hogy ott lesz a végállomás, aztán, hogy jönnek a horvátok, és aztán azzal a focival, amivel játszottak, de meg tudták fogni ezt a meccset, meg hát jó néhány szerencsével. De mondom, nálam például Pelé a legnagyobb, de én szerettem Beckenbauert is a régiek közül, aki nem egy gólvágó volt, mégis egy rendkívül elegáns futballista, és szerintem minden idők egyik legjobbja. Hát szeretjük az ilyen nagy történeteket, amikor tényleg csúcsra ér. Meg a szegény gyerek, és aztán lesz belőle kis királyfi, tehát most jelenleg, még mindig azt mondom, hogyha ilyen szavazások vannak, akkor mindig akkor a most még futó, játszó, aktív játékosok kapják a legtöbb szavazatot, mert a fiatalok őket ismerik. Arra emlékeznek, persze. Ennyire egyszerű a történet szerintem. Ez nagyon jó, amit most mondta, hogy a fiatalok őket ismerik, és a fiatal témához csak annyit, hogy nem biztos, hogy az internet térordításának meg gyakorlatilag vezetik a világ, tehát a világ kommunikációját az internet fogja össze, és ez a baj egy kicsit, hogy annyi mindenki árat, hogy az afrikázásnak sem lenne ekkora jelentőség, ha nem lenne internet.
Tehát az nagyon rossz, hogy a gyerekek, a gyerekeink, vagy a fiatalabb generáció majd arra fog esetleg visszaemlékezni, hogy Afrika, meg négerek, meg keresztények, meg stb. Tiszta hülyeség. Tehát egy világbajnokságról beszélünk, ami Katárban volt. És lehetséges, hogy nem lett volna ennyi színesbőrű játékos, vagy nem volt 20-30 évvel ezelőtt a különböző európai csapatokban, de ők akkor sem nációk, hogy így mondjam, hanem futballisták. Az elsődlegesen így kell rájuk nézni. Én meg a Messi-ről, csak annyira Messit mondtad meg megint a Maradona kapcsán, hogy ha az előbb a kapusról beszéltünk, az argentin kapusról is, vagy akár még az Zidánnak is, de Maradonának is a pályafutása vége fele, ugye ott már voltak olyan dolgok, amire nem annyira büszke az ember, de attól még egy sztár lett. Nem labdarúgóként, természetesen az egy külön történet. És akkor csak ide egy pillanatig idehozom azért, hogy akkor ne hagyjuk ki a sorból még mindig a Ronaldóra visszakanyarodva szintén, hogy ha már a Balázs ilyen jól elmondta a különbségeket a Nápoly kapcsán is, hogy Ronaldo hány országban lett például bajnok, vagy Messi hány országban, hány csapatban. Tehát ez is egy roppant érdekes vetülete szerintem a két embernek, vagy a labdarúgó pályafutásának, és ennyi pont legyen. Hát most minden esetre úgy zárult le ez a kettőjüknek a közös korszaka, hogy tényleg Ronaldo minden egyébként teljesen jogos és megérdemelt elismerése mellett szinte a kertek alatt kellett, ugye, hogy haza kullogjon, Messi pedig hát glóriában és királyi koronával a helyén térhetett a ünneplő milliók közé haza. Ettől függetlenül persze, hogyha a fénykorukat nézzük, akkor tényleg egymáshoz fogható klasszisok ők. Még annyikor, amíg gondolkozom, Haaland, hát nézzük meg, hát, ha most megnézzük Mbappét vagy Haalandot, az előbb te mondtak pont az elején, hogy lesz neki valami esélye egyáltalán nem, hogy a VB döntőt játszani, hanem a VB csoportkörből túlmenni, mert olyan országba született. Tehát, hogy azért ez is egy érdekes kérdés, hogy aztán a korszakosan nagyon lehet, nagy, hogy nagyon nagy játékosok, persze, nagyon nagy játékosok voltak, akiknek nem adatott meg, olyanok is, akik egyébként jártak világbajnokságon, tényleg akik Johan Cruyffot látták játszani, azt mondják, hogy minden idők egyik legnagyobb zsenie volt, aki ráadásul aztán edzőként is forradalmasította a labdarúgást. Két világbajnoki döntőben volt ugye Hollandia, abból Cruyff egyben volt érintett 74-ben, és nem nyerhette meg a világbajnokságot, de mondhatnám Michel Platinit, aki egyébként szintén egészen zseniális játékos volt, és Európa-bajnoki címig ugyan eljutott, de világbajnokságon nem tudott nyerni. Tehát vannak, akiknek nem jön össze, és ilyen szempontból egyébként örömteli, hogy egy ilyen nagy játékosnak, mint Messi, ez most már nem hiányzik a repertoár, vagy a elért trófea gyűjteményéből. Hát 10 percünk van tulajdonképpen hátra az adásból, ami most akkor szálljunk már arra, hogy tényleg egy kicsit tekintsünk vissza 2022-re, mert hogy egy olyan évet zárunk, ami, hát nem tudom, hogy mondhatom ezzel a rossz történelmi párhuzammal, egy kicsit mindig nagy világégések után, ha utólag vagyunk, akkor tudjuk, hogy ami a kettő között volt, azok voltak a boldog béke évek. De ezt ott és akkor nem biztos, hogy tudják az emberek. Most van egy ilyen rossz érzésem, hogy a Covid utáni borzalmak, vagy a Covid időszak borzalmai után, amikor fellélegeztünk, hogy na vége van ennek, az üres stadionos, lezárt, félbehagyott bajnokságos meccseknek. Most jön egy gazdasági válság, ami lehet, hogy azt fogja tenni majd utólag, hogy azt mondjuk erre a 2022-re akár, hogy az utolsó béke év. Hogyan emlékeztek vissza? Tényleg rövid idő van. Mi az első és legmeghatározóbb fehérvári sporttal kapcsolatos élmény, ami, vagy emlék, ami beugrik erről az évről? Tudjuk meg, én nem lehet Ronaldót mondani sajnos. Nagyon kár. Hát a vidi európai kupa szereplését mondanám, amikor akkor a hangulatot varázsoltak ide a stadionba, ami már régen volt. Én nem voltam kint a mérkőzésen, Lacival ellentétben valószínűleg. Nekem az ragadt meg az emlékezetemben, nem is a mérkőzést emelném ki, hanem amikor utána én egy családi körben néztem, és utána mentünk haza autóval itt a Balatoni úton, hogy annyi embert vonulni én még nem láttam. Tehát megmozdult egész Fehérvár, annak a futball szerető része, a vidi szerető része, és hogyha ebből még kaphatnánk majd akár a vidi kapcsán is jövőre. Pont úgy állunk. Esetleg. Hát pont úgy nem állunk, de akkor úgy mondom, hogy az elkövetkezendő években az nagyon jó tenne a város sportjának, és nem csak a futballnak, hanem mindenek. Öröm volt látni, ahogy az emberek, igaz, hogy szomorúan, de megtöltötték az utcákat, hazafelé vonulva. Hát alapvetőleg a videótól szurkolok, én mi más mondhatnák, hogy erre tudok rácsatlakozni én is. Egy más aspektusból. Megvettük a kisvártát itt az ősz végén. Más az aspektusból is valami, nézve. Tehát gyakorlatilag én más szempontból is nézem egy picit ezt, hogy akár hogy a kinti kölni mérkőzésnek is az Euroferia, hogy indult az a mérkőzés, ahogy végződött, és hogy milyen reményekkel, és ettől lett
pluszba egy felfokozott hangulat, de egy picit a szűkebbre, tehát az RBD szemmel, vagy ultra szemmel nézve a Köln meccset, miben volt más, mint az elmúlt szerencsére aranykorszaknak mondható 2011 óta tartó időszakunk. Hogy az elmúlt időszakban, ebben a 11 évben gyakorlatilag Fehérváron nem találkoztunk, vagy akár Kürhónban se olyan, vagy hasonlóval, mint ami a Köln szurkolókat tekintve. Tehát, hogy a Németországban is vannak azért az ilyen tapsikoló stadionok most már, tehát ilyen hiába világsztár csapatokról beszélünk, de átment én inkább színháznak hívom az ilyet, nem pedig lelátói hangulatnak, amik vannak. A tömeghatás miatt hangos esetleg az is, de most lehetne válogatni a Bundesliga a bizonyos csapatok között. De a Köln az egyértelmű, egy szurkolói szempontból egy hihetetlen létszámmal folyamatosan kísérik Európába a csapatot mindenhova, tehát tudjuk, hogy igaz számmal mennek, tudjuk, hogy akkor is mennek, ha nincs meccsbelépőjük. Tehát ilyen szurkolói hangulat szempontjából, igen, hát ez egy minimális volt. És egy szurkolói szempontból ez azt gondolom, ez is egy felfokozott és egy csúcstörténeti pillanat volt a fehérvári labdarúgás életében, de egy kicsit kitekintve, és akkor még továbbra is a focinál maradva, én azt gondolom, hogy a magyar válogatott meccsei is azért, mi vagy volt a pont fehérvári vonatkozásra, ne felejtsük el, szerintem én számba mentek ebbe a csodálatos arénába Budapesten. Hát ha már mondtad a magyar válogatottat, én ezt akkor most nem említeném, Négo és Fityó kapcsán tényleg lenne onnan is mit lapátolnunk. Egy kis taktikai fegyelmet, önbizalmat, egyebet átmentve a videótomba. Tehát azt a mentalitást, amit Rossi megvalósított ebben a válogatottban, ezt azért Fehérváron is úgy el tudnám képzelni, bár sokan mondják, hogy sematikus, meg majd most jön az, amikor majd nem fog a válogatott úgy játszani, nem tud majd úgy játszani, mert most esélyesként majd a papíron gyengébb ellenfelekkel, vagy mögénk rangsoroltakkal szemben majd az EB-selejtezőkön nem lesz könnyű dolgunk, amit alá is írok valamilyen szinten, de azért Rosszinak nyugodtan meg lehet nézni az eredmény lajstromát, akármilyen csapatnál járt itt a környéken, mondjuk a dacot is figyelembe véve azért mindig megvoltak az eredményei, de csak és kizárólag Fehérvárra koncentrálva. Nekem továbbra is, ez egy sovány év volt sikerek tekintetében, legalábbis a kirakat sportágok sikerei tekintetében, de a volán meccsek, a jégkorong meccsek hangulata azt nálam továbbra is mindent visz, meg az, hogy két naponta képesek meccseket játszani átolzaik hosszabbításost is, akár kétszeres ráadással, és ugyanúgy végig tudják nyomni, és szenzációs a közönség, meg egyáltalán az a feeling, és a Köln elleni meccset tudnám én is felhozni. Valóban öröm volt látni hosszú idő után a hömpölygő tömeget, bár akik megélték az UEFA-s menetelést, azok tudják, hogy ott 3-4 órával előtte már el kellett indulni otthonról, hogy egyáltalán a stadion közelébe juss, tehát attól még messze vagyunk, meg hát az egy 0-3-os meccs itthon, az úgy maga a meccs, az egy kicsit fájt, pont ha taktikáról beszélünk, akkor ott ez egy kicsit el lett lőve, de egyébként ezek voltak a legnagyobb örömök számomra Fehérváron. Hát nekem sport mondjuk a vereség vagy 0-3 a Vidi kapcsán az idén össze biztos nem a Köln mérkőzés a legnagyobb fájdalom, tehát az legyen biztos a legnagyobb bajunk, hogy egy európai kupa playoffjában kikapunk egy német csapattól, tehát ez azért még úgy beleférne az image-be. Az ami egyébként volt ebben az évben a csapatnál, tényleg egy rossz tavasz, ami hát körülbelül arra volt jó, hogy jó, hogy mégse legyen szégyen szemre nagyobb probléma, egy alul teljesítős ősz, és most egy 8. hely. És lehet, hogy ezt a negyedik helyet visszasírjuk még nem sokára. Igen, igen. Hát Laci mondta az aranykort, hát igen, tehát azért mi európai kupa csoport körbe játszott ez a csapat még nemrég. Egyébként az RBD-nek, hogy ezúton is gratulálunk a 30. születésnapjához, hiszen ez egy jubileumi év is volt, ezt ne feledjük ugye számotokra. És hát nagyon örülök, hogy Balázs mondta itt a végén a hokit, mert valóban azt gondolom egyébként, hogy az osztrák liga döntőjébe való bejutás az tényleg sporttörténelmi siker volt, és hogy a 2022-ről nekem valami pozitívum és siker eszembe jut, az biztos, hogy ez lesz az első. Magyar jégkorong csapat a Bajnokok Ligájában játszhatott, ilyen se volt még, és maga ez az egész ebben történet szenzációs volt. Ráadásul még reménykedhetünk, hogy ez akár még az új szezonban is megismétlődhet. Most sok más mindenre már nincs időnk, hiszen a többi csapatot nem tudjuk ilyen kevés idő alatt kivesézni. Egyetlen gondolatot azonban még szeretnék a hátralévő, mint egy 2 percben. Ez az évvégi foci torna, hiszen itt van velünk ugye Juhász Laci, aki szervezi most már nem is tudom, hanyadik éve az Immár Futball Fesztiválként zajló eseményt. Idén is ugye 4 napon át a VOG-ban folyamatos programok. Nagyon röviden, hogy foglalnád össze, hogy mi vár azokra, akik kimennek,
nem játszani feltétlenül, mert azok nyilván tudják, hanem akik szórakozásra vágynak. Talán a változásokat emelném majd ki, de a pontos lebonyítás tekintetében röviden 28-án kezdődik egy amatőr kupával a torna küzdelme idén, tehát a 27-én spórlási jogokból kifolyólag azt teljesen kiiktattuk, és az amatőr kupával kezdünk, és ez az első nagy változás, hiszen ezzel próbálkoztunk tavaly, próbálkoztunk a Kavadértébe, és 1-2-3 csapatot tudtunk volna összehozni rá. Idén más megközelítésből is kerestük, és 16 csapatos amatőr kupával kezdjük, ami nagyon roppant büszke vagyok, mert ennek a jelentős része szinte az összes az Fehérvár vagy Fehérvár környéki, és a 22. alkalommal van a futballfesztivál, és volt egy dominanciája, hogy a tradicionális fehérvári csapatok mindig jöttek, és ahogy kiöregedtek, helyettük nem jöttek újak. És egyre inkább jöttek külföldről, aminek én ülök, hiszen az elszakított országrészekről, ami szívügyem. Másik oldalról pedig Magyarország egyéb részéről nagyon jó bajnokcsapatok, más régiók bajnokcsapatok, ami nagyon minőségivé tette a profi kupát, és ezért egy nagy meccs volt, hogy hogyan tudjuk visszacsalogatni a fehérvárjakat, és ezt így hidaltuk át, hogy idén akkor 16 csapatos amatőrkupával kezdünk, másnap 29, és az amatőrkupa után lesz egy öreg fiúk kupa, egy 6 csapatos, az jellemző megint fehérvári csapatokkal, 29-én kezdődik a 16 csapatos profi kupa küzdelmei 4-4 csoportba, szintén 3 határ túli csapat érkezni fog, egy kárpátai és 2 délvidéki, tehát azért egy kicsit kevesebb, mint az elmúlt éve megszoktuk, szintén a gyakorlók miatt, és ami nagyon fontos, hogy az amatőr kupa győztese, vagy pedig ha ő véletlenül nem vállalna, alanyi jogon, akik jön következő, az alanyi jogon a profi kupa 16-os mezőnyéhez csatlakozhat, így összekapcsoltuk egy kicsit a két kupát, megkérdeztük az amatőr kupára jelentkező csapatokat, és a döntő többsége vállalja az indulást ebbe az esetbe. Tehát eddig ugye az volt a probléma, hogy nem akartak, most pedig így össze tudtuk kapcsolni, és akkor a 30-án pedig reggel kezdünk egy U11-es gyermektornával, Botos István emlékkupával, tradicionálisan most már mondhatnánk ezt is, majd egy női kupa, egy 6 csapatos női kupa, és utána jönnek a profi kupa egyeneságai, 18:30-kor pedig az RBD 30 tiszteletére a MOL Fehérvár FC szakmai stábja az RBD válogatottjával fog egy gála mérkőzéssel pályára lépni. És a két nagyon, vagy a legnagyobb változtatás talán abban mondhatnám még az amatőrön kívül, hogy szintén az anyagi okok miatt nézni kell, hogy megtartatója a torna vagy nem, hogy a szomszédos Karissa kupa például Dunaújvárosban nem kerül megtartásra, hogy idén először egy jelképes, de 28-án és 29-án 500 forintos belépőjegyes, és 30-án pedig 1000 forintos a nem játszóknak, természetesen a nevezett csapatok játékosaira ez nem vonatkozik, és így életbe tudtuk tartani ezt a tornát és a kupát, aminek nagyon örülök, mert nem csak Újvárosban, máshol is maradt el anyagi okok miatt torna, és egy kicsit ebből tudunk azért hozzátenni. Köszönöm szépen, aki tehát majd, hogy ilyenkor mindig elmondjuk, a Beiglik Ómát ki szeretné pihenni, vagy lemozogni adott esetben évvégén a Vokcsarnokban megnézheti ezt a tornát, vagy részt vehet rajta. Köszönöm, hogy itt voltatok, nem most csak, hanem hogy az idén többször is, és hát majd jövőre újra beszélgetünk a fehérvári sportról még. A kedves nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, és kellemes ünnepeket kívánok a kezdőkör minden munkatársa nevében. Viszontlátásra! Choose your character. Game over. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.